nagyító kell hozzá, aha, meg mikroszkóp. Gabi Géza növényvédelmi szakmérnök mutatja a szőlőlevelek hátsó oldalát, ahol megtalálható lehetne a szőlőkabóca, ha volna tolna megyében. De szemben a környező borvidékek felméréseivel az itteni termőterületek egyelőre mentesek a pusztítótól. A szőlőkabócák megjelenése a klímaváltozás eredménye, és legfőbb hordozója a szőlő sárgaságát okozó betegségeknek. A környező megyékhez képest nálunk nincsen meg a betegség, itt mindenhol megtalálták már a környező megyékbe. Tolna megye ilyen kicsit csodaszerűen még mentes a betegségtől, nem kellett hatósági intézkedést folytatnunk. Ahol felüti a fejét, a kabóca okozta betegség 4 kilométeres körzetben zárlatot kell elrendelni, és adott esetben a beteg tőkéket ki kell vágni, és kötelező védekezést ír elő a hatóság. A külföldről szerzett adatok ijesztőek. Szlovákiában 1-2 év alatt az egész ültetvény kimegy. Tehát rohamosan csökken a tőkék termőképessége, sodródnak a levelek, rövidülnek az ízközök, és az egész tőke kipusztul pár év alatt ültetvények, több hektár. Tehát, hogyha abban a ritmusban ide betelepszik a betegség, és ahol a külföldi országokba felütötte a fejét, akkor pillanatok alatt tönkreteszheti a szőlőtermesztést. Tavaly közel 200 mintavételt tartottak Tolna megyében, és a megyei Nébik mellett független Európai Unió által megbízott szakértők is járják a vidéket. Gabi Géza azt mondja, a kénes vegyszerekkel történő védekezés látszik hatékonynak a szőlőkabócák támadásai ellen.